Sokan kérdezik, hogy a tiszafa az mennyire jó temetőbe. Ugye te amikor temetőbe, akkor azt értik alatt, hogy a sírra ráültetve. Hát kényszerűen is találtam itt egy sírt. A Balaton felvidéken vagyunk, és hát körben ilyen cerasztium tomentózummal, mólyhos madárhúrral volt beültetve, de gyakorlatilag ezen a nyáron ez teljesen kiszáradt. Viszont a tiszafa az nagyon szép, ugye ez őshonos ezen a környéken meg Magyarországon. Látszik, hogy nyírva van, tehát látszik, hogy ezt évente egyszer kijönnek és megnyírják, valószínűleg most tavasszal nyírhatták meg, és egyébként azóta egész szépen nagyot nőtt, az is lehet, hogy ősszel nyírták meg, ezt most már pontosan nem tudom. Hát minden esetre, szóval, hogy egyébként egy szép nagy, összefüggő, haragos zöld, zöld tömeget nyújt, az biztos, hogy nagyon messziről rögtön ki lehet szúrni a sírt, hogy a sokaknak probléma, hogy kevésbé találják meg könnyen a sírokat. Hát kérem szépen, így néz ki, magát a fejfát azt eltakarta, de itt úgy van megoldva, hogy a feliratok azok a külső részén vannak. Ha ezt így tudjuk előre, hogy valami nagy, bokrosodó, tömör, zöldet adó, örök zöldet szeretnénk mondjuk beültetni a sírra, akkor mi is intézhetjük úgy, hogy akkor szervezhetjük úgy, hogy a fejfa akkor, vagy a fejfán a felirat az akkor kifelé mutasson, és akkor tulajdonképpen mondjuk nagyon szépen így be lehet ültetni. Tehát egy szó mint száz, a tiszafa az, azt gondolom, a tiszafa alapfaj, az alkalmas arra, őshonos, meg sokat tűrő jellegéből fakadóan, hogy télen, nyáron, éjjel-nappal, négy évszakon keresztül, hosszú-hosszú évtizedeken, évszázadokon keresztül szépen, gyönyörűen dísze legyen egy sírnak.